sportosat. Híradónk vendége Flórián Béla, nemzetközi profi ökölvívó bíró. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek! Úgy, ahogy talán kezd poraiból feltámadni a magyar profi ökölvívás, ugye itt a Félix Promotion-on keresztül ugye van egy leányvállalat, amelyik úgymond most újra elkezdi a hazai profi ökölvívókat felépíteni. De olyan nagyon a bírókról nem hallani, pedig hát ugye 1000 éve ott vagy, mi több nemzetközi profi ökölvívó bíró vagy. Azért, ha a magyarokról nem is lehetett hallani sokáig, te akkor is dolgoztál. Vagy rosszul tudom? Nem, ez természetesen ez így van. Most az, hogy a hazai viszonylatban bírókról nem lehet nagyon hallani, hát ugye ez egyrészt jó is. Azért, mert ugye nem a bírókról szólnak a mérkőzések, hanem a boxolókról. Hál' Istennek azért egész jó kis csaták vannak. Tehát elmondod a most hazai viszonylatban, hogy az elmúlt 3-4 hónapban 3 magyar bajnoki címet is vezettem, és egész jó összecsapások voltak. Ebből egy volt, ami tényleg úgymond a bíróra... Majd erről külön szeretnék. De ezt majd ezt későbbiekben. Tehát dolgozok otthon itthon is, külföldön nyilván többet, mert hál' Istennek ott több megbízást kapok, és ott nyilván világbajnoki, Európa-bajnoki címeken dolgozom. Jó, akkor bontsuk is ki ezt a csomagot, aztán utána majd tovább megyünk nemzetközi poront felé. Történt egy külföldi meccs volt, és nem is tudom, haláleset történt-e végül is, vagy nem? Hát hál' Istennek nem. Ugye utolsó pillanatban ugye megmenekült ugye a srác. Igen. És akkor, mint egy példaképként vették elő a nevedet. Hogy lám-lám, mégiscsak milyen jól csinálod, amikor úgymond idő előtt beszünteted a mérkőzést. Mi is volt? Ez azt hiszem, a hölgyeknél volt egy ilyen jellegű mérkőzésed, amit úgy sokan akkor nehezményeztek. Aztán később kiderült egy másik mérkőzés kapcsán, hogy jól láttad. Hát igen. Tehát visszatérve, ugye egy női világbajnoki mérkőzés volt Stockholmban. Frida Weinberg a címvédője, ugye svéd hölgyről beszélünk. A kihívója pedig a Diana Prazak volt, az egy amerikai. És hát ez a svéd lány, ez tényleg egy kimondottan jó boxoló, ugye most már harmadszor védte volna a világbajnoki címét. Az ellenfele, az amerikai, tehát kevésbé tudott boxolni, iszonyatos erővel, tehát nagyon felkészült, nagyon erős volt. És tehát gyakorlatilag a 6. menetig szépen zajlott a mérkőzés, az amerikai támadt, a svéd visszaverte, megelőzgette, tehát simán vezetett a 6. menetig. És a 7.-8. menetben ott bizony már a fáradtság tünetei jöttek a lányom, és a 8. menetben történt ez egy nagyon tiszta, tehát férfiaknál is ritkán látható, hogy ilyen kilépésből egy balhorokban nagyon tisztán eltalált a svéd lányt, aki hanyatt esett, rá kellett számolnom. Tehát tiszta leütés volt. Fölállt a lány, néztem, kéreztem, hogy rendben van, mondta rendben, de akkor már láttam, hogy tehát az órán megjelen, óránban, tehát nem az ütéstől, egy ilyen vérzés. Hát akkor már láttam, hogy éreztem pontosabban, hogy ez már itt valami komolyabb dolog lehet. Belül már sérült a belül valami. Belül itt valami gond van, és ugye kinéztem a mellettünk volt egy nagy kivetítőt, láttam 20-valány másodperc volt hátra, mondom, talán annyi rutinja van, hogy kihúzza, és meglátjuk, hogy a szünetben, hogy regenerálódik. De aztán egy újabb támadást ugye nem tudta kivédeni, és akkor utána leállítottam, megint padlóra került, akkor már ugye nem ütéstől, inkább csak egy ilyen majdnem, hogy csak ájulásig történő, tehát kimerültségtől, és akkor beszüntettem a mérkőzést. Ami először ugye kicsit a megrökönyödés volt, mert ugye világbajnok, hazai rendezés, pálya, minden, tehát ilyenkor egy marmely... Fütyültek? Hát először egy döbbenet volt. Na most itt kezdődtek egy kicsit a bonyodalmak is, hogy annyira lemerevedett, hogy erre senki nem számított. Ugye előtte végignézzük ott a ringet, mellette ilyenkor kötelező nem csak az orvos, van, egyszer van egy ringorvos, és mellette van egy úgynevezett mentős asszisztant. Ugye akármilyen problémának azokon a közben adkoztak. Ezek ott úgy ültek, hogy én körbementem, bemondtam az eredményt, hogy technikai káó, visszaérek, kikísértem a lányt a sarokba, kivettem a foggumiát, és megcsinálom a kört, és látom, hogy senki nem mozdul, és a lány szépen csúszik össze a sarokba, és elájult. Na most
ott mindenki csak tétlengedett, és mondom, még az orvosnak is kellett szólni, hogy jöjjön már föl valamit. Ilyen esetben ugye első, hogy oxigént hoznak, rányomják, följött az orvos, elkezdte levágni a kesztyűt, cipőt, tehát abszolút nem a lány, és olyan szörnyű hangokat adott ki, tehát ilyen fuldoklás, ilyen halálhörgése volt, tehát rettenetes, ilyen kellemetlen érzés volt nekünk is, vagy nekem is ott ugye személy szerint. És percek teltek el, mire végre fölcsúltak, és elkezdték első segélyben részesíteni. Tehát az egy kellemetlen élmény volt. Aztán később, hogy derült ki? Na végül aztán elvitték, hál' Istennek, tehát mentők, hát ugye másnap itt a most véd újság hasábjain voltunk ott több oldalon, mindegy, tehát bevitték kórházba, kivizsgáltak. Szerencséje volt, nem a tyárgyan belüli bevérzés volt, hanem kívüli. Megoperálták, hál' Istennek, kicsit kómába tartották pár napig, és most már jó van. Hát valószínűleg boxolni már nem fog, de egészségkárosodást nem szenvedett. Ha valaki tovább engedi? Hát ha biztos, enged biztos. A közönség a hazai rendezői pálya nyomásának? Hát itt, akkor ebből komolyabb eset is lehetett volna. Tehát ez az eset, amikor ugye nekünk az a szabály, hogy inkább egy ütés előbb, mint egyel később. Ez most hál' Istennek egyel előbb volt, vagy talán még többel is, de ugye ha nincs következménye, akkor a bíró a bűnös, akkor a bírót veszik. Ha meg van következménye, mert nem állított, akkor megint a bíró. Tehát nagyon nehéz úgy dönteni, hogy mindenkinek mindenki jó legyen. Tehát itt az ember a meglátásának, a megérzésének kell, hogy engedjen, és nem pedig a külső benyomásoknak. Később a hölgy felhívott, nem? Nem a menedzserivel, illetve az ottani a svéd szövetségnek az elnökével e-mailen leveleztünk, éreztem én is, hogy van, mint van, és hál' Istennek ez így jó. Jó jöttünk ki ebből az esetből. Azért van felelősség rajtatok. Természetesen, tehát ugye itt ketté kell, ugye van a vezetőbíró és a pontosabírói beosztás. Igen. Hogy ez esetben a vezetőbíró, hogyha nem történik semmi, akkor nagyon jó dolog ott fönt pózolni, jönni, menni, hát az tényleg az élmény. Csak amikor tized másodpercek alatt, vagy másodpercen belül dönteni kell, de itt most nincs visszavonás, mert nincs, tehát hamar el lehet dönteni, még ezt így is, meg el lehet dönteni rosszul is. Hosszú bírói pályafutásod alatt volt már hasonló eset? Hát olyan eset volt, hogy nyilván leütött versenyző, orvost kellett hívni, de olyan nem volt, hogy olyan is volt, hogy mentő vitte el, de csak óvatosságból. Uh-huh. Tehát egy agyalázkódást kapott, de ilyen mértékű sérülés, vagy úgymond ilyen nagy károsodás, hát, vagy igen, csőst, nem volt agy, bevérzés, ez nem volt. Hál' Istennek. Ja. Durva. Az amerikai lány tényleg nagyon tud ütni. Mondom, ez egy nem... Egy lórugás. Nem is az ütés, az együttés az nagyon tisztán, tényleg nagyon állon találta, tehát a visszajátszókban néztük, tehát egy klasszikus kilépésből, hogy a Wahlberg az jött előre, ráadásul, és ugye milyen érdekes, ez nem is nagy súly, mert nagy pehely súly, tehát 59 kiló voltak, tehát maximumot, hogy nézem, a mérkőzés napján is 60 kilónál több nem lehetett. Tehát ennyit jelent egy pontos ütés, jó tempóban megütött ütés, tehát ez nem mindig az ütés súlyossága múlik, vagy a nagyságán pontosabban. Ez az eset befolyásolja majd későbbiek során a döntéseidet? Mennyiben fog esetleg egy-két dolgot majd átírni benned? Átértékelni? Hát nem befolyásolja, inkább megerősíti azt, hogy az ember tényleg ne kerüljön a külső nyomások alá, se a közönségnek, se a promotőrnek, se az edzőnek, mert sajnos tényleg úgy van, hogy mindenki azt akarja, hogy a boxolója nyerjen. De ugye mi állunk a legközelebb, mi látjuk, meg hát ugye ebbe a tapasztalat azért már közel játszik, hiszen 23. éve vagyok profi bíró, tehát most már jó pár ezer meccset levezettem és láttam. Hány ezerre tartasz? Hát nem számoltam, mert épp múltkoriban néztem, hogy utána kéne nézni. Hát mennyire lenne? Na csak az a gond, hogy ugye mire nálunk fölkerült a boxrekre, úgymond magyar viszonylatban, aztán én 2000-től vagyok fönt a boxrekre, és 1991-től már, mint működő profi bíró vagyok. És akkor a... Tehát 10 év kiesett ebből. Nem. Akkor nem is lehet pontosan akkor? Hát nem, mert én se jegyeztem magamnak, én se gondoltam, hogy ebből egy ilyen, úgymond egy ilyen hosszú karrier lesz, vagy hosszú pályafutás lesz. Mert annak idején... még fiatal ember vagy, tehát még... Hát még van, persze még van előttem, remélem, még van előttem bőven.
most már utólag visszafele, mert most már minek nézze az ember, inkább az előre. Előre hát csak tekintek. Lehet, hogy kijön egy valami érdekes, jó kis számadat, statisztika. Lehet, mert van a belga barátom, Van der Wille, az mindent jegyez, mindent ír. Hát most hozzáveszem... Őt még itthon Magyarországon is ismerjük ma annyira. Igen, igen, mert az egy ismert személyiség. Elég sokat. Ő mindent beír, hol volt, mikor volt, minden esetben, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon számon tartja. Hát közel azonos időbe kezdtük, egy idősek is vagyunk, azonos időbe kezdtük a pályafutását. Hát ő jobban bedolgozta azért magát, mert ugye úgymond ilyen hátrányra indultunk, hogy Magyarországon profi nem volt, hát most nehéz volt bekerülni tényleg a nemzetközi mezőnybe. Ő meg mindjárt ott kezdte, ugye. Na most ott vagy. Mely világszervezetekhez tartozol most? Hát az EU-hoz, Európa Box Unióhoz, és ez a WBC, ez a világbox tanácsa. Átjárás lehet például a WBA-ba, vagy? Nem, hát ugye itt megvannak, ez ugye a lányszervezet, a WBC pedig meg az EU. Igen. Tehát nincs hazai viszonylatban működhetnek mindenféle világszervezetnél, nemzet, tehát külföldön már csak a saját szervezetemben. Ugye ez úgy van, hogy minden nagyobb szervezetnek saját bírói kara van, amihez ragaszkodnak is, és itt nem nagyon engedik ezeket az átjárásokat. Idén hány világbajnoki címmérkőzésed volt, ahol mint vezetőként működtél közre, tehát nem pontozóként? Azt mondom, fele arányban voltam, azt mondja, volt 4-6. Hát ebben volt női, volt férfi, és hát általában ilyen feles volt. Volt de akkor foglalkoztatnak téged. Hát ez szerencsére most elég jó foglalkoztatott vagyok. Hát az elmúlt 2 hónap, most azt mondom, hogy majdnem minden héten mentem. Aha. És külföldön kérdezik mit tőled, hogy hol vannak a magyar profi bunyósok? Hát mennyire téma ez egyáltalán, így köztetek? Hát azért téma, mert ott inkább a matchmakerek, ugye keresik a helyzet, és elég sok hazai versenyzőt ugye mennek ki, hát úgymond sparring partnernek felhozó boxolónak. Ugye nagyon nem is lehet elvárni tőlük, ez is becsületekre váljon, hogy bevállalják a 4-6-8 meneteket külföldön. Tehát nem azért hívják meg, hogy ők nyerjenek, de néha-néha hát elcsípnek egy-egy címet is. De aztán utána innentől kezdve, mivel én nem foglalkozok menedzserésre, inkább akkor átadom valamelyik menedzser. És miért nem? Hiszen a kapcsolatrendszered, a múltad most már lehet, hogy... Hát lehet egy időben volt nekem is profi boxolóim, voltak lányok és fiúk is, csak utána ugye a nemzetközi szervezet szóvá tette, hogy hát most itt azért nem lehet. Ezt nem lehet megcsinálni. Tehát párhuzamosan nem lehet úgymond menedzselni is, és akkor így hivatalosan bíráskodsz, mellette viszont edző vagy, ugye? Igen, Tatán van egy kis boxklubom, és ott csinálgatom a... Amatőrök, profik, kik vannak ott? Hát ott... Vagy inkább hobbisták? Nem, van rendes versenyző, hát most már azt mondja, 5.-6. éve csinál, sennét, hát 10. éve csinálom Tatán, azóta több magyar bajnokot neveltem, hál' Istennek. Most pont éppen mérgelődök, mert a hétvégén a Rotterdam Európa bajnokságra van egy ifjúsági Európa bajnokság lesz. Ott van egy srácom, a Cifrik Jani, aki első számú válogatott, és őt nevezték az Európa bajnokságra, és a hétvégén volt egy szlovákok elleni válogatott találkozó, ahol boxolt, és szerencsétlenül eltört a nagy új percében valamelyik csont, és be van gipszelve, úgyhogy most pont a kapitánnyal beszéltünk, hogy ezt a hetet megvárjuk, és ha nem jön rendben, jövő hétfőn kell visszajönni orvoshoz, akkor sajnos akkor az Európa bajnokság elúszott, pedig sokat készültünk rá. Ez edzői sors. Tényleg te bírók közreműködhettek majd a fél profi rendszerű ökölvívó mérkőzéseken, ugye most jön majd be ez igen, a... Igen. Nem is tudom, minek mondják ezt. Mi hát annak most már én tudom, annyi neve van az a HBS, vagy nem, most nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom én sem. Tehát az AIBA hozta létre. Igen. Ugye milyen érdekes, hogy itt 20 év vagy 15-20 évvel ezelőtt, mikor mi ugye kezdtük itt Magyarországon ezt a profizmust, hogy mennyire elzárkódott, nem csak a Magyar Szövetség, hanem az AIBA is. Ugye azért változtatták meg a menetszámokat is, hogy minden beltérjenek a profitól, hogy ez teljesen külön, és rájöttek ugye a fejvédők, menetszámok, menetidők tekintetében minden más volt. És rájöttek, hogy hát ennek a bölcsője a profizmus, tehát itt lehet eladni igazából, és most hozzák létre ezt, vagy létre akarják hozni, de hát itt most
kérdés, mennyit tudnak fizetni ezeknek a gyerekeknek. Ugye itt veszélyben van a mi szervezetünk is, meg a többi világszervezet is, mert ha ezt tényleg jó pénzzel meg tudják támogatni, akkor nagyon sok profi boxolót elveszt a különböző szervezetek. Ti mehettek oda bíráskodni? Nem. Nem, mert ugye ez teljesen az amatőr boxszövetség égisze alatt működik. Pedig hát a profi rutin nem ártana ott sem. Tehát hát nem beszélve, ugye most azokat beszélve, hát ugyanúgy ugye leadják a pontozó lapokat menetenként, most nem lehet variálgatni, most vezetek 5 pont, akkor most lazítok, tudja pontozó menetenként, vagy 10 pont, vagy valamilyen. Itt most törekedni kell arra, hogy minden menetet megnyerjen. Sőt, tehát most pont hallottam, hogy itt a kőszegi versenyen ott volt az a válogatott meccs. A bíróság elnöke fölhívta, hogy hagyni boxolni, tehát a vezető bírók figyelmét is, nem megszakítani mérkőzést, folyamatossá tenni. Tehát teljesen lekopírozzák a mi munkánkat. De nem is baj, mert hát korábban meg ez pont azt tette tönkre az amatőr boxot, hogy a bíró mindenért megállított, és már fontos stopp, akkor megmerevedett a boxoló, és nem tudta, hogy jaj, most mi lesz, szegény bíró bácsi, most szól, akkor neki nem szabad most már küzdeni. Nincs is erről szó, hogy hát tudjátok, itt is szükség lenne? Hát nem igen, mert tehát az amatőr szövetségek ugye minden, tehát országosan is, vagy nemzetközileg is, ugye ott is megvannak a nemzetközi bírók, tehát ott is van egy tím, akiket foglalkoztatnak. Uh-huh. Tehát ott is van ilyen menedzselési, ugye most lejjebb vitték a korosztályokat, és próbálják fölfrissíteni, fiatalítani a bírókat is, vagy a bírói kart. Tehát nem hiszem, hogy mi ránk ott nagyon várnának. Jó lesz az amatőröknél ez a új rendszer, fejvédő nélkül is, ugye ez a profi pontozásos rendszer? Hát szerintem előbbre viszi a sportágat, azért is ugye itt azért lehet egy átmenet. Most itt valaki eldönti. Egy az, hogy ugye 3 menet után van, akinek fekszik a 3 menet, van, akinek meg lassabban melegszik benne. Van egy csomó srácot látok, akinek ez fekszik, mert olyan 3-4-5. Menetben, tehát jobb kondícióval rendelkezik. Itt azért kiegyenlítődnek a technikai, taktikai, illetve erőnléti problémák, illetve kinek így, kinek úgy, ki mit tud hasznosítani belőle, melyik részben erősebb. És hát innen már csak egy lépés tovább, aztán a úgynevezett nagy profizmus, ahol 10-12 meneteket kell boxolni. Mennyire figyeled a mai felnőtt amatőr körülvást? Hát figyelgetem, mert azért ugye mondtam, nekem is vannak boxolóim, tehát most sajnos nem a élmezőimbe tartozók. Igen. Vannak felnőttek is, főleg ez a legnehezebb, ugye itt még a 18-as koráig azért még a szülők eltartják őket, támogatják is, hogy sportoljanak, és ugye amikor ott van a határ, hogy most akkor dolgozni menjünk, pénzt keresünk, vagy pedig még vállalja, hogy tovább boxol, és hát én azért figyelgetem, hogy hol tartanak. Vannak nagyon jó képességek. Szellői, mihez mit szólsz? Hát most szerintem legjobbkor váltott súlycsoportot. 91 kiló, és igen. Ugye neki már megvan ez a félprofi. Na, és pont ugye, az is, hogy Olaszországban ő ezt csinálta. Ja, jobban fekszik ez a ötmenetes dolog. De most ő is megpróbál amatőr világbajnokságra kijutni 91 kilóban. Legjobb. Jó alkatú. De hát hozhatja, mert ugye most már, itt is ugye most már új rendszer van, ugye fejvédő nélkül, 10-9 pontozás. Hát igen, most itt a fejvédő, aki nem tanul meg most védekezni, az hátrányba kerül. Tehát azért a fejvédő elég sokat, tehát bátrabbá tett sok box. Nem is tehát a fejvédő nem azért, mert tehát a profik ugyanúgy használják a fejvédőt a felkészülés időszakában. Tehát így a van. Edzésegen, sőt nem ezt a fajta fejvédőt, amit amatőrbe előírtak, amit gyakorlatilag semmit nem véd tényleg, csupán az összefejeléstől. Tehát a profik olyat használnak, ami az órot védi, ajkat védi, tehát tényleg nem látni, csak a szeme látszik ki a versenyzőnek belőlem. Tehát itt most azért ugye nagyobb gondot kell majd fordítani az amatőröknek is a védekezésre. De mindesetre akkor Szellő Imre akkor most előnyel kezd az amatőrök között. Véleményem szerint igen. Visszajött. De térhetünk a Varga Mikire is. Ugye, és 60 kilóba, neki is inkább én úgy látom, jobban fekszeknek a több menetszám. Lassabban melegszik be. És de a motoröknél marad a 3x3. Marad, de hát viszont ő is ugye olaszokhoz leszerződött, vagy most nem tudom, a németekhez, mert most vannak ilyen csereberék, nem tudom, hogy lesz.
Még az lenne nagy szám, mondjuk itt Magyarországon is az a boxingban, ugye, hogy megy, működik, itt is bevezetnék mondjuk a 4 vagy 5 menetet, hogy kicsit hasonlítson, akkor ez is egy nagy előrelépés lenne. Bár ez csak az a saját feltételezésem, nem hallottam még róla, hogy ezt meg akarják lépni, vagy sem, de véleményem szerint nem lenne rossz. Jó tenne. Akkor most a ökölvívás még mindig poraiban van, vagy most már tényleg egy kicsit úgy kezd újra úgy erőre kapni? Hát az mindig hullámzik. Hogy... Most melyik stádiumban vagyunk? Most kicsit fölemelkedik, ez köszönhető a tévének. Tehát ugye, hogyha a tévében látják a gyerekek, hogy most ezt közvetítik, megnézi a hazai, csak a hazai gyereké szurkolunk, csak egymás, hát az, hogy ő közelebb is áll hozzánk. És minél többet látják, annál többen akarják ezt a sportágat választani. Igen, csak mondjuk a mostani aktív amatőrök közül kit lehetne példaképként odaállítani a fiatalok elé? Mert régen ugye szerencsések voltunk, volt egy Kokó, volt egy Erdei, Balzsai még amatőrkorban. Hát igen, most úgy nagyon-nagyon, hát most egyedül most ugye... Most nem tudsz. És itt a szegény... Ja, aki van, aki most még... De most már harcsozol is ugye eléggé ugye kérdéses, mert ugye hát tudod, történt, ami történt, Tatán edzőtáborban, amiatt aztán ugye öcsi bácsi el is köszönt tőle. Nincs senki. Mert szegény, jó, hát ez... szegény Bencsinek meg nem jön ki mostanában a lépés hát a bocskai. Hát nem, tényleg sajnálom, mert itt most a hazai meccseket azért nyeri, megnyerte ugye a bocskait, megnyerte ezt-azt. De nemzetközi viszonylag viszont nincs ott. Nincs. De viszont a mostani ifi korcsoportban látok nagyon ügyes srácokat. Van egy 3-4. Ezt minden sportában elmondjuk, igen, és tudod, az a lényeg, hogy a felnőtteknél, na ott mi van? És ott már mindig elvérzünk. És ebben van igazán egyik öreg edzőbarátomnak, de azt mondja, ne hozzá kérkedjünk, mennyi serdülő, meg ifi, meg junior magyar bajnokunk van, hanem majd mikor felnőtt lesz. Mert tényleg akkor a felnőtte érés. És aki ott már magyar bajnoki címet tud nyerni, az már úgy tud boxolni is, tehát ott már valamit elért. Igen. Tehát tényleg arra kellene törekedni, és talán most talán meg is változik a edzői szemlélet, hogy ne 100 darab serdülő magyar bajnokot, meg úttörő olimpiai bajnokot. Vagy jó, hát a mennyiség csináljuk. Az kell, hiszen az mennyiségből majd nagyobb a sansz, hogy kijön egy jó képességű. Na csak ebből jön a baj, ugye ez a eredmény kötelezettség az edzők rész, mert akkor kaptok támogatást, akkor kaptok. Jó, egy rész kell, de az pedig annak a rovására megy, hogy a gyereket tényleg kellően felkészítsék arra, hogy technikailag, taktikailag megérjen, vagy elérje a felnőtt kort. Igen, igen. És ne adja abba majd 18 éves korában, hogy na, még ezt se tanultam meg, és akkor döbben rá, hogy hú, micsoda hiányosságokkal igen, mert az eredménycentrikusság elvitte. Pontosan elvitte. Azt, hogy felépítsd az ökölvívódat tulajdonképpen úgy, ahogy kell. De hát azt mondom, a külföldön most megyesérek szerint a labdarúgásnál, utánpótlás labdarúgásnál nem kérik számon. Ezért van az, hogyha jönnek Magyarországra nagy rangos kis utánpótlás csapatok, sorra kikapnak, mert most nekik gyakorolni kell bizonyos szisztémákat, sémákat. Igen, most nem azon és nem az a lényeg, az eredmény, hogy nyersz, vagy nem. Tehát már külföldön már ez már egyre több helyen most már ez úgy, az edzők úgy, meg a tulajdonosok úgy szem előtt tartják, amit te most itt hiányolsz, hogy nálunk meg ugye muszáj, mert amúgy nem kapok támogatást, mondja hát, a klub vezető. Igen, talán most ezért lesz jó, ugye bekerültünk a kiemelt támogatási sportokba, hogy talán ugye létrejönnek ezek az akadémiák az országba juthat helyen, ez nagyon jó lenne, de mondjuk egyik évre a másikra nem fog menni, mert tényleg kell legalább egy 4-5 év kifutása, hogy tényleg ez a 12-13 éves gyerekből majd legyen, 18 vagy 20 éves korára egy olyan úgymond nem világklasszis, de legalább nemzetközi szinten is eredményt elérő boxoló. Időnk lejárt. Mikor láttunk itthon boxolni? Pontosabban boxmérkőzésen vezetni mérkőzést? Hát úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz, vagy szeptember elején lesz a Félixnek egy nagyobb gálája. Az itt lesz mérkőzést. Ja, ott leszek, külföldre pedig augusztus elején megyek Moszkva melletti Dagesztánba. Világbajnoki címmérkőzés? Igen, az világbajnoki címmérkőzés. És te fogod vezetni, vagy pontozol lesz? Nem tudom, még csak a megbízást kaptam meg. Ez mikor derült ki, mennyivel előtte? Hát többnyire egy-két hét, akkor már megvan, hogy... De sok minden befolyásolja ott is, mert itt már ugye itt is beleszólnak a... promotorok, hogy ezt szeretném, azt szeretném, de itt ugye a neutralitás azért szem előtt tartja a Nemzetközi Szövetség is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. További jó bíráskodást. Köszönöm. További sportosat.